Kecses kezek a zongora billentyűk fölött, néptáncos férfiak ugrás közben, röppenő alsó szoknyák a magasban. Zenés táncos pillanatokat megörökítő fotók sorakoznak fekete-fehérben a Berzsenyi Könyvtár földszinti előadótermének falain. Büki László munkáit művészi igényesség jellemzi. Alapvetően a zene és a tánc, a táncon belül is a kortárs tánc és a néptánc volt a szelekciónak a fő irányelve, illetve a két fő tematika között egy úgynevezett hidat, vagy zenei szakszóval élve bridge képeket válogattam, amik egy kicsit átvezetik az egyik hangulatból úgymond a másikba a látogatót, legalábbis én így képzelem. Büki László a vaskarika.hu kulturális portál főszerkesztője, újságírója, fotósa, mindenese, missziójának tartja a kultúra közvetítését, népszerűsítését. Ma már a fényképezést műveli legintenzívebben. 2007-ben vásárolta az első komolyabb gépét, eddig mintegy 4000 rendezvényen fotózott, és már csak nem 1 millió exponálásnál jár. A Tormásligeti Kekeri Citera zenekar tagjai a kiállításhoz illő muzsikát hoztak a megnyitóra. Barátné Molnár Monika könyvtárigazgató felvezetőjében arról beszélt, Büki László fotói igazi műremekek, művészi mozdulatsorokat zárnak egyetlen pillanatba, amivel elvarázsolják a szemlélőt. A tárlatot Szalai Márton nyitotta meg, aki egykor az Ocsomacsó zenekar tagjaként sokáig a fotók alanya volt, ma már ő maga is fényképez. Mint mondta, sokat tanult Lacitól. Úgy fogalmazott, ha ránézünk a képekre, megszólal a lelkünkben a zene. Amikor ennek a zenei pályafutásomnak a komolyan versenyszerű része félbeszakadt, és inkább elkezdtem foglalkozni a fotózással, akkor szembesültem vele, hogy hát valójában itt ő volt a művész mindvégig, és ő volt az, aki megtudta ezeket a képeket úgy csinálni, hogy mi lám, mekkora művésznek látszódjunk. Büki László 2014-ben a 30Y kultúrbuszon mutatkozott be először a fotóival, tavaly pedig Répcelakon nyílt önálló tárlata. Annak egy kibővített, újra gondolt változata a mostani kiállítás. Természetesen én megmaradok fotóriporternek a továbbiakban is, viszont úgy gondolom, hogy ez a képanyag talán egy kicsit művészi hatású. Fotóriporterként nagyon fontosnak tartom azt, hogy hiteles maradjak, hiteles legyek, hiszen ez a legfőbb kritérium annak, hogy valaki jól művelje ezt a szakmát. Épp ezért az arszpoétikámat, ha lehet ilyet mondani, a hitvallásomat is ehhez választottam, ami egy fodorákos haiku, és úgy szól, hogy nagyon figyelj, mert a világot teszed is azzá, aminek látod. A megnyitót a Keltike népdalkör dalcsokra zárta, majd maga a kiállító kívánt kellemes képélményeket minden szemlélődőnek. Az Inkantáció című tárlat július 6-áig látogatható.